Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. Szeptember 16-án 4 város, Bukarest, Kolozsvár, Nagybánya és Temesvár izgulhatott azért, hogy kinek ítéli oda az Európa Kulturális Fővárosa címet a nemzetközi zsűri. A döntés értelmében 2021-ben Temesvár viselheti a címet egy görög várossal egyidejűleg. Mai adásunkban arról kérdeztük Nagybánya és Kolozsvár pályázatainak kidolgozóit, hogy mihez kezdenek a terveikkel, illetve a temesvári pályázókat arról, hogy miként készülnek fel a kulturális főváros évére. Tartsanak velünk! Az esélylatolgatás, hogy a 4 város, Bukarest, Temesvár, Kolozsvár és Nagybánya közül melyik lesz Európa kulturális fővárosa 2021-ben, már a szeptemberi döntés előtt elkezdődött. Bukarest esélyeit eleve alacsonynak tartották, hiszen az Európa kulturális fővárosa címet kevésbé szokták fővárosoknak odaítélni, mivel kulturális szempontból nem minősülnek láthatatlan vagy kevésbé érvényesülő városoknak. A nemzetközi zsűri számára tehát a pályázat minőségén túl az is fontos szempont volt, hogy melyik az a város, amely leginkább profitálhat egy ilyen pályázatból, olyan értelemben, hogy a cím által is próbálják segíteni a felzárkózását a nemzetközi mezőnyhöz. Ezért Nagybánya, az egykori bányaváros abban reménykedett, hogy megkapja a címet és fellendülhet kulturális szempontból. Gratulálunk a nyertesnek, gratulálunk a temesvári csapatnak és Temesvárnak. Mondhatnám azt, hogy egyik szemem sír, a másik szemem kacag. Sajnálom, és tényleg bánom azt, hogy nem Nagybánya kapta meg ezt a címet. Én úgy érzem, hogy nagyon megérdemeltük volna, hogy Nagybányának nagy szüksége lett volna erre a címre, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy örvendek annak, hogy egy erdélyi város kapta meg ezt a címet, és én nagyon örvendek, hogy ez a cím 2021-ben is Erdélyben marad, úgy, mint 2007-ben. Kovács Rihárd a nagybányai önkormányzat tagjaként közben járt, hogy a városvezetés vállalja fel a pályázatot, majd lobby tevékenységet folytatott és széles körben népszerűsítette a pályázatba foglaltakat. Most abban reménykedik, hogy a pályázatíró csapat nem hangolódik le attól, hogy mégsem Nagybánya lesz a címhordozó 2021-ben. A nagybányai csapat, a nagybányai önkormányzat tovább fogja folytatni ezt a projektet, és ha nem is így, nem is a kulturális főváros címszó alatt, de különböző egyéni projektek alatt ezeket az elképzeléseket meg lehet valósítani, és folytatni kell. Nagyon jó, hogy elkezdtünk gondolkodni arról, hogy milyen irányba kéne fejlődjön a városunk, elkezdtünk gondolkodni arról, hogy milyen identitást adjunk Nagybányának. Nagybányának hiányzik a 21. század identitása. Eddig a bányászatra alapult, ezután jött a festőiskola, amely nagyon jelentősen meghatározta a városnak az életét és a városnak a nemzetközi és európai hírnevét, de most nincs egy olyan dolog, ami kimondottan Nagybányához köthető a 21. században, és én úgy érzem, hogy ez a projektnek a jövője, hogy Nagybánya, ez az első lépés volt abban, hogy Nagybánya találja meg az igazi identitását, és találja meg azt a pontot, vagy azokat a pontokat, ami miatt Nagybánya híressé fog válni az elkövetkezendő években is, és amiért érdemes Nagybányára ellátogatni. A pályázat koncepciója a vendégszeretet kultúrájára épült. Ez volt a fő irányvonala a projektnek, ami a stratégiai célkitűzések mindenikében visszaköszönt. A pályázat a kulturális és kreatív iparágak felé történő nyitásra helyezte a hangsúlyt. Összeállítói a várost a kulturális, gazdasági és szociális körforgás helyszínévé tették volna. A pályázat egy részéről azzal együtt sem mondanak le, hogy Nagybánya nem nyerte el a kulturális főváros címet. Nagyon nehéz most megmondani konkrétan, mi az, amit ténylegesen meg lehet valósítani. Nagyon sok elképzelés van, és nagyon sok olyan elképzelés van, amit vagy saját forrásból, vagy önkormányzati forrásból, vagy akár egy állami forrásból, kormányzati forrásból, vagy akár egy Európai Uniós forrásból meg lehetne pályázni. Itt gondolok infrastruktúrális befektetésekre, új tereket kell létrehoznunk a városba, át kell adjunk bizonyos tereket a gyalogosoknak, ezeket a gyalogos tereket le kell zárnunk az autók elől, tehát ez egy rendészeti probléma, amit a város meg tud oldani a kultúrfőváros cím nélkül is. Ugyanakkor vannak olyan projektek, mint például a városi mozinak
a mi létem. Most működik a mozi, de egy elhagyatott, úgy maga a régió, ahol működik a mozi, meg maga az épület is. A nagybányai mozi Kelet-Európa egyik legnagyobb mozi épülete, amely kihasználatlan, amennyiben kizárólag filmvetítésre használják. Ez az ingatlan például egy kulturális központ helyszínéül is szolgálhatna. Meg kell találni az épületnek és az egész térnek az új identitását. Gondolok itt például az Erzsébet házra. Itt vagyunk a Nagybánya régi főterén, és itt van mellettünk az Erzsébet ház, amely most elhagyatott, és nem tudjuk finanszírozni ennek az újraépítését, és én remélem azt, hogy találunk forrásokat ehhez. Ugyanakkor gondolok a színházra, gondolok a festőtelepre. A festőtelep projektje elkezdődött, most van rehabilitási programban, és ezt feltétlenül be kell fejezni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most leállítjuk a befektetést, és nem fogjuk megvalósítani. Úgyhogy mindezekre szükség van, és meg kell találjuk rá a forrásokat, akár helyi források, akár kormányzati források, vagy akár Európai Uniós források. Amellett, hogy több évszázados bányászati múltra tekint vissza a város, a nemesfém kohászat is fontos volt ipara, gazdasága szempontjából. A 90-es évek elején fel is építettünk egy nagyon nagy tornyot, egy 326 méteres gyártornyot, egyik legmagasabb gyártornya Európának, magasabb, mint az Eiffel-torony. Ez benne is volt a kulturális főváros projektben, és én remélem azt, hogy attól függetlenül, hogy nincs meg ez a címünk, attól függetlenül ezt a negyedet, ezt az ipari negyedet újra tudjuk teremteni, és meg kell találjuk ennek az ipari negyednek a fontosságát, és miért nem, akár ebből az ipari toronyból is tudnánk egy valamilyen turisztikai látványosságot kreálni a városnak. Annak ellenére, hogy nem nyerte el az Európai Kulturális Főváros címet, Nagybányának mindenképpen nagy előnye származik abból a tényből, hogy a négy város egyikeként rövidlistás lett, azaz bekerült a döntőbe. Hónapokon keresztül az itthoni sajtó, az erdélyi és a romániai sajtó Nagybányáról beszélt, mint esélyes városról. Jó magam és a teljes nagybányai csapat utolsó percig hittünk abban, hogy képesek vagyunk megnyerni ezt a címet. Még egyszer gratulálok Temesvárnak. És már ez is egy nagy hozadék volt, hogy sokan beszéltek Nagybányáról, Nagybánya bekerült a helyi, nemzeti és nemzetközi sajtóba. Nagybányát akár mondhatom azt, hogy visszahelyeztük Erdély térképére, akár magyarság szintjén is sikerült, mint például a most történő főtérfesztivált sikerült feltenni az Európai Kulturális Főváros projektre. A nagybányai magyarságnak sikerült megmutatnia magát, és én hiszem azt, hogy Nagybánya rövid listás lett, már magában egy nagy hír volt, már magában nagyon sok mindenki csodálkozott, úgyhogy ez is egy hozadéka lehet annak, hogy ott lehettünk és bizonyítani szerettünk volna. Kolozsvár kulturális szempontból ma zászlóvivő Romániában, sőt külföldön is a világ egyik feltörekvő kulturális központjaként tartják számon. Kolozsvárt az egyik legesélyesebb pályázónak tartották. A város a cím nélkül sem veszíti el kulturális életének pezsgését. A kolozsvári önkormányzat vállalta, a pályázatba foglalta több mint felét a cím nélkül is megvalósítja. Múlt héten volt az első olyan gyűlés, amikor átnéztük a programot, hogy mi maradjon belőle. Ez csak egy ilyen előrostálás volt. Végül az eredménnyel a kollégák elmentek a polgármesterhez, aki Tisével együtt, a megyei tanács elnökével együtt eldöntötték, hogy igen, lesz pénz, felvállalják, folytatják, minden jó lesz, de ez persze csak egy ilyen előzetes nagy nekilendülés, mert nem kell elfelejteni, hogy jönnek a választások, és egy feltűrt ingújú pártvezető jobban néz ki, mint egy lehorgott pártvezető, tehát ezt még egy kicsit gondolom majd meg kell szűrőzni, meg ők is magukhoz térnek. Mégiscsak közpénzekről van szó, és a közpénzeknél sokan tolonganak, hogy akkor nekem is a kultúra most már kicsit olyan félig döglött lónak fog minősülni, így is, úgy is. Tehát én mindenképpen üdvözlöm a városvezetésnek azt az elhangzott elhatározását, hogy igen, folytatjuk, de nyilvánvaló, hogy nem az egész program fog folytatódni.
A pályázatot összeállító Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület a városi és a megyei döntéshozóknak a pályázat mintegy 60%-a megvalósítását javasolta. A kérdés most az, hogy milyen intézményi háttérrel folytatják a munkát, mert a pályázatkészítő egyesület adminisztratív szempontból erre alkalmatlan. Itt több szempontot kell figyelembe venni, hogy egyrészt a városháza ezt felvállalhassa. Tehát, hogyha csinálsz egy közösséges egyesületet, akkor az ugyanúgy sorba áll a közpénzekért, mint bármelyik más egyesület. Ez kellemetlen, hogyha a közhasznú egyesületté teszed, akkor sorban az összes egyéb közhasznú egyesülettel együtt, ugyanúgy például a halász-vadászok közhasznú egyesületével. A alapítvány dettó nem megoldás, egy állam által létrehozott intézet az már, mintha csinosabb, de még vannak mondom verziók, és ezeket még végig kell zongorázni. Kolozsvár Európa Kulturális Főváros projektjének kulturális programjai jól körülhatárolt, különböző érdeklődésű, korú és lakhelyű közönséghez szóltak volna. 10 projektcsoport köré épült a pályázat. A részvételiség, a falu kultúrája, a multi és interkulturalitás nagyon erős hangsúlyt kapott, de ezen projektek között szerepelt az előadó művészet és a kortárs művészet is. Van ez az Európai Kortárs Művészeti Központ. Erre Kolozsváron nagy szüksége lesz. A baj az, hogy ez egy sor olyan kis infrastruktúrán múlik, ami akkor lett volna megvehető, hogyha bejön a díj. Úgyhogy most megint az van, hogy kaszálunk, takarunk, de a szénát, nincs csűr, amiben a szénát betegyük. Úgyhogy egy darabig megint szárazon szapanozzuk, és csináljuk a művészetet, és rakjuk ki az utcára. Ez most ez fog folytatódni, de az irány az ki van találva, a szükség az fel van mérve, fel van vállalva, úgyhogy abból egy olyan 3-4 év alatt lesz valami. Mondjuk a pályázatban se volt túl hamarabbra előirányozva. Mivel a pályázatban szereplő projektek megvalósítása erőteljesen függött a cím elnyerésével együtt érkező Európai Uniós pénzektől, most a városnak kell kigazdálkodnia az ezekre szánt összegeket. Az a tény, hogy a város nem nyerte el a címet, a kulturális fejlődését most várhatóan visszaveti. A kultúra nem fog olyan fényesen növekedni Kolozsváron, mint ahogy az utóbbi években növekedett, az utóbbi 5 évben mondjuk. Szerintem. A másik, hogy a kultfővárosnak nem csak áldása van, hanem átka is. És ugyan megszabadultunk a kulcsfőváros áldásától, de egy füst alatt megszabadultunk egy pár előre jelezhető átkától is, mint például, hogy a város rettenetesen megdrágult volna, és kiegyenlítő visszaosztási közpolitikák nélkül azért megjelent volna a white trash, az elszegényedett fehér réteg. A szeptember 16-ai döntést megelőzően Nagybánya egy együttműködési egyességet írt alá Kolozsvárral, amelynek értelmében, ha valamelyikük nyer, a másik város segítő kezet nyújt a nyertes projekt megvalósításában. Mivel Temesvár került ki győztesen a megmérettetésből, most a két erdélyi város a bánsági pályázatot karolta fel. Simona Neumann, a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület vezetője a Metszetnek arról beszélt, hogy miként készítik elő a kulturális főváros évét, milyen utat fognak bejárni a következő 5 évben. A temesváriak nagy lelkesedéssel fogadták az Európa Kulturális Főváros cím elnyerésének hírét. A visszajelzéseikből, üzeneteikből az derült ki, hogy megerősödött bennük a remény, hogy Temesvár és lakossága összefog a közös projekt megvalósítása érdekében. Az 1989-es forradalom óta nem létezett a városban egy olyan projekt, amely összekovácsolta volna az itt lakókat egy közös cél elérése érdekében. Az Európa Kulturális Főváros cím egy kulturális programnál sokkal több. Egy olyan programról van szó, amely a kultúra révén hosszú távon járul hozzá Temesvár fejlődéséhez. Ez a program ennek megfelelően volt kitalálva, és a struktúrája is ehhez idomul, úgy, ahogy egyébként minden program, amióta ezt a címet 31 évvel ezelőtt létrehozták az Európai Unióban. Simona Neumann szerint hozzájárult a cím elnyeréséhez, hogy kihangsúlyozták Temesvár történelmi értékeit, azonban nem ragadtak le a múltban. A projekt révén úgy gondolták újra ezeket az értékeket, hogy azok jelentőségteljesek legyenek a 2021-es év számára és az azután következő periódusban is.
Amikor értékekről beszélek, akkor nem csak a Temesvár számára sajátos értékekre gondolok, hanem olyanokra is, amelyek bármely európai város számára értékekként felmutathatóak. Négy értéket azonosítottunk be. Az első a multikulturalitás, a másik a több vallású város, a harmadik a polgári öntudat, és a negyedik a vállalkozói magatartás. Ezek az értékek Temesvár történelmében kisebb-nagyobb mértékben jelen voltak, hol erőteljesebben, hol kevésbé hangsúlyosan. Ha már nem beszélhetünk ugyanolyan mértékű polgári öntudatról, mint ami 1989. decemberében volt tetten érhető a városban, és mi azt szeretnénk ezzel a projekttel, hogy felélesztük ezt a civil öntudatot. A pályázat összeállítói egy kelet-európai tehetséggondozó kulturális központ megalapítását tervezik, mert nem korlátozták Temesvárra a kulturális főváros címet. A pályázat kiterjed a történelmi bánságra, de erősíteni szeretnék a kapcsolatot Szegeddel és Újvidékkel is. Ezeket a kapcsolatokat nem most kezdjük el kialakítani, illetve nem csak a kulturális főváros kontextusában képzeljük el őket. Temesvár és a térségbeli városok között is próbálunk működő, jól működő kapcsolatokat kialakítani. Például Magyarországon Budapesttel, Horvátországban Zágrábbal, Fiuméval, Szerbiában Belgráddal szeretnénk szorosabbra fűzni a viszonyt, hiszen ezek Temesvártól nem túl távol eső, kulturális és kreatív iparági központoknak számítanak. A többi európai várossal fenntartott kapcsolatainkat sem hanyagoltuk el. Mivel Temesvár Európa kulturális fővárosa lesz, olyan partneri kapcsolatok kialakítását tűztük ki célul, amelyeknek a tartalmát leegyeztettük, és a pályázatunkban eleve beépítettük. A másik előnye Temesvárnak az volt, hogy pályázata már az elődöntő időszak alatt is széles körű támogatottságot élvezett a lakosok részéről. A város már 2010-ben elkezdte az előkészületeket a cím megpályázása érdekében, és egy évvel később megalakult a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület, amely a pályázat kidolgozását kapta megbízatásul. Nagyon komolyan készülünk a cím megpályázására. A kulturális szektor, a kulturális intézmények, a civil szféra és más a városon belül tevékenykedő szervezetek bevonásával. Ez az igyekezet láthatóvá vált ebben az évben. Például a Temesvári Nyugati Egyetem tanulmányt is készített arról, hogy miként lehetne bevonni a folyamatba a város lakóit. A tanulmányból kiderült, hogy a temesváriak 90,4%-a valamilyen módon szeretne bekapcsolódni a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa programba. Az előkészületekkel eltelt 5 év fényében ez egy nagyon jó eredménynek számít. Simona Neumann szerint egy másik előnye a pályázatnak, hogy nem arra fektették a hangsúlyt, hogy turisztikai szempontból minél vonzóbbá tegyék a város kulturális program kínálatát. Szerinte a turizmus a kulturális főváros évében így is úgy is fellendül a városban. Inkább arra fektettük a hangsúlyt, hogy projektjeink révén olyan folyamatokat indítsunk be, amelyek a kulturális főváros évének lejártával tovább élhetnek. Azt szerettük volna, hogy a pályázat által ráerősítsünk a város értékeire, és így büszkévé tegyük a temesváriakat, hogy ennek a városnak a polgárai. Már a cím odaítélésének bejelentésekor is látszott a temesváriakon, hogy büszkébbek lettek városukra. Azt szeretnénk, hogy 2021 után a kulturális program hozadékainak tovább örülhessen a város. 4 év komoly készülődés áll a kulturális főváros címet megpályázó csapat előtt. Az első lépés a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület és struktúráinak átszervezése lesz. A csapatot továbbfejlesztik, ezekre a pozíciókra nyílt pályázatot hirdetnek meg. A következőkben aprólékosan részletekbe menően megtervezik a pályázatban szereplő projektek kivitelezését. A tervezett projekteket, ötleteket tovább kell gondolni, éves bontásban meghatározni, hogy mit kell tenni a kulturális főváros évéig, ki fogja munkát elvégezni és milyen alapokból kerül ki a finanszírozás. A támogatás összegyűjtése a készülődési folyamatoknak egy nagyon fontos lépése, hiszen látnunk kell, hogy milyen költségvetésből valósíthatóak meg a terveink. Bár a helyi és megyei közigazgatástól a magánszférából származó pénzekre, kormányzati és európai forrásokra egyaránt számíthatnak, ezek az összegek nem fognak maguktól összegyűlni. Fontos ugyanakkor ráhangolni a közösséget is arra, hogy aktívan vegyenek részt a projektben.
A pályázatban erőteljesen a lakosság bekapcsolására fektettük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy hozzá kell segítenünk őket, hogy meghaladják a kulturális eseményeken nézőként való részvételi minőségüket, és elérjük azt, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben aktívan bekapcsolódjanak a kulturális aktusba. A Reflexiók elnevezésű első projektünk, amely az itt lakó családok múltjának felelevenítését célozza, közvetlenül kapcsolná be a város lakóit. Hozhatnak egy családi fotót a nagymamáról, a dédnagymamáról. Az összegyűlt anyagokból pedig egy kiállítást szervezünk. Például ez egy konkrét példa arra, hogy miként képzeltük el a lakosság bevonását a projektjeinkbe. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Jövő héten politikával folytatjuk. Az LMDS jelöltállítási folyamata nem zárult zökkenőmentesen. A szövetség állandó tanácsa pénteken végső döntést hozott a jelölt listákról. Jövő heti adásunkban arról lesz szó, hogy a szervezeten belüli feszültségeket miként sikerül megoldani az LMDS-nek. Tartsanak velünk jövő héten is. Addig kollégáim nevében is elbúcsúzom önöktől. A viszontlátásra!